Pápai Erika a Padlás című musicalből énekelt a Bencsvillában. A közönség minden bizonnyal ebből az előadásból ismeri legjobban a művésznőt, hiszen közel 30 évig játszotta Süni szerepét a Víg Színház ma is műsoron lévő darabjában. A Jászai Mari díjas színművész a József Attila Színházban kezdte pályáját, ahol egykori osztályfőnöke, Békés András rendező és énektanárnője Bagó Gizella hatására vállalt zenész szerepeket, annak ellenére, hogy prózai színész osztályban végzett. A Bencsvillában rendezett Hangok és szavak című estjére is számos dalt hozott el. Ez az est egyébként rólam szól, tehát az én színészi pályámból válogatok mindig, és mivel itt vagyunk már advent küszöbén, részben a karácsony mindenféleképpen belekerül, részben belekerülnek a nem régen elmúlt halottak napja kapcsán, de egyáltalán azok a pályatársak, akik nekem nagyon sokat jelentettek, vagy valamilyen módon az életemben fontos szerepet játszottak. Ebből az egyik legújabb és a legfájdalmasabb Karinthy Márton halála, aki alig 2 hete halt meg, és az ő színházában is játszom, de mindenféleképpen szóba kerül mindig Kasszás Attila, soha nem hagyom ki. A művésznő 20 évvel ezelőtt gyermeke születése után lett szabadúszó, de így is teljesnek érzi színészi munkáját. Szinkron, film és színpad egyaránt része az életének. Az idei évadban több színházban is játszik. Ez a második évadom, hogy nem vagyok a Víg Színházban. Végül is nem mentem most vissza, ezért az ottani darabjaimat már nem játszom, még mennek. Tehát egészen múlt évadig játszottam a Padlást például, amit a 20-valahány éve játszottunk, és most volt azt hiszem az 1000. előadás belőle. Most 3 darabban játszom. Volt 2 bemutatom nyáron, egyik a Café Mennyország címmel, amiből itt most egészen sokat fogok idézni, és volt egy Lököttek című, nagyon érdekes, egy pszichiáter rendelőjében játszódó, kicsit pszichokomédia, azt mondhatom, aminek szeptemberben volt a bemutatója, úgyhogy ezek az új darabok, amiket most csinálok. Az adventi időszakban 2 rendezvényre várják még a közönséget a Villában. A jövő héten Kovács Dénest, a Több szem közt estek házigazdáját kérdezi majd Karádi Zsolt irodalomtörténész, azt követően pedig Kazár Tíciána és a Kazár Kombó műsorát láthatják majd az érdeklődők.